és azért azt szeretném meghúzni azt a distinkciót, hogy, hogy, ö, hogy míg te jogi kérdésekről beszélsz, én alapvetően etikai kérdésekről beszélek, és hogy ez most így a kampány finisében egy picit ilyen abszurdnak hangozhat, hogy én most ilyen etikai, morális kérdéseket hozok be, mert hát alapvetően ugye most kell nagyot dobni, és hát most politikailag nem tűnik feltétlenül racionálisnak az, hogy, hogy valaki erkölcsösen jár el. A polgármesternek a Facebook oldalát valószínűleg egy önkormányzati dolgozó szerkeszti valószínűleg közpénzből, és akkor ott áll a politikai ellenfele, aki megpróbál ez ellen fellépni, de neki, mint kifogástevőnek kéne valamilyen bizonyítékot szolgáltatnia arra, hogy egyébként itt közpénz felhasználása folyik. Hát nyilván kívülállóként erre elég kevés lehetősége van, és akkor eljutunk oda, hogy most ezzel mit lehet kezdeni. Ez itt az Átlátszó Podcastje, pontosabban az Átlátszó, a K-monitor, illetve csendes társként a Transparency International közös podcastje lenne. E, igazából a K-monitorral csináltuk közösen, de az ez a minimum programot, ez a három szervezet kezdte el 2014-ben, kifejezetten az önkormányzati választások előtt, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudja átláthatóbbá tenni az önkormányzatok működését, és arra kérte az önkormányzati választáson induló képviselő, illetve polgármester jelölteket, hogy ehhez a minimum programhoz csatlakozzanak, és vállalják azon feltételeket, amit ez a három szervezet megfogalmazott. Ennek az első ilyen monitorját 2019-ben elvégezték ezen szervezetek, és most 2024-ben egy újabbat. Megpróbálták megvizsgálni azt, hogy miként alakult azon önkormányzatoknak a sorsa, amelyek vállalták, hogy az ez a minimum programnak az átláthatósági követelményeit magukra nézve kötelezőnek tartják, és adta magát az ötlet, hogy akkor megbeszéljük egy sorozatban az érintettekkel, hogy miként is haladtak az első adásban, Hivatalnokok beszéltek, a főváros főjegyzője, illetve a Józsefvárosi Önkormányzat kerületgazdálkodási gazdálkodási ügyosztályvezetője. A másodikban civil résztvevők, olyanok, akik tagjai az adott képviselőtestületnek is olyanok, akik nem, hanem csupán tiltakozásokban vesznek részt egy önkormányzat működésével kapcsolatban, ez ugye gödöt jelenti, illetve az akkumulátorgyárot, a harmadikban pedig a főszereplők, polgármesterek beszéltek. Most pedig akkor visszatértünk a KH-hoz. Itt van velem egyfelől a Társaság Szabadságjogokért szabadság jogásza Kunol Zsuzsa, továbbá Merényi Miklós, a K-monitor önkormányzati szakértője, és hogy legyen egy terepen lévő érintett is a Szikra Mozgalom kampányfőnöke. Azt fogjuk most megbeszélni, hogy mindennek fényében, meg amit felölvintettem hogy a ők miként vallottak arról, hogy ez az a programot hogyan tartják fel, hogy ez miként érvényesült a kampányban, tehát hogy ez a mögöttünk hagyott pár hét, ez milyen volt, egyáltalán ezek a témák, előjöttek-e, van-e bármi szerepük ennek. No, hát akkor, sziasztok, csapjunk a közepébe, van-e valakinek előzetes mondani valója mindezzel kapcsolatban, a szikromozgalmat most hagyjuk. Igen, én annyit, annyit, mondanék, és ez az apropója is telen ennek a beszélgetésnek, hogy a K-Monitor kiadott egy javaslatcsomagot, ez egy munkaanyag, ami arról szól, hogy hivatalban lévő polgármesterek azok ö, hogyan kampányolhatnak tisztességesen, közpénz felhasználása nélkül. Emögött az volt a gondolat, hogy ugye ebben az ez a minimumban, és az elmúlt mögöttünk a ciklusban azért dolgoztunk, és ebben nagyon sok polgármester képviselő a, a, a szövetségesünk volt tulajdonképpen, hogy átláthatóbb, Elszámoltathatóbb és az állampolgárok részvételére nyitottabb önkormányzatok legyenek Magyarországon. És akkor ez történt mondjuk négy és fél évig, és akkor most, hogy elindult a kampány, azt láttuk, hogy elég sok helyen, ahol egyébként ez a politikai kultúraváltás ígérete, ez 19-ben elhangzott, azért olyan gyakorlatok bukkannak föl, olyan kampánytechnikákat látunk a hivatalban lévő polgármesterektől, ami lehet, hogy törvényes, tehát sok esetben ugye elég laza a törvényi szabályozás, erről biztos, hogy fogunk majd beszélni, de, de mindenképpen tisztességtelen, tehát egyáltalán nem biztosítja a jelölteknek a, az egyenlő versenyfeltételeit, nem átlátható módon történik ez a kampány, és igazából erre próbáltunk meg egy javaslatcsomagot összerakni, és ez csak nőtt-nőtt ez az anyag, mert egyre több ilyen technikát, ö, gyakorlatot azonosítottunk. Ö, és igazából ezt küldtük körbe, ezt küldtük el a, a, civil szervezeteknek, jelölteknek is, és alapvetően az a célunk, hogy arra rámutassunk, hogy ez, ez nem oké, tehát ezt nem lehet csinálni, hogy ciklus közben átláthatóságról, elszámoltathatóságról beszélünk, aztán jön a kampány, és akkor, és akkor, és akkor valahogy ezeket félretesszük, ezeket a szép elveket, és, ennek megvan a hagyománya nyilván a magyar politikában, tehát nem tudom, mind a két oldalról hallunk olyat, hogy ilyenkor így nem tudom, ólimba kell lenni, és nem tudom, majd a jogászok megoldják, a jó napot. Tehát ez, ez, szerintem eléggé mélyen beleívódott a a, 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 kampányról való gondolkodásba, de hát hogyha egy ilyen politikai kultúraváltásra gondolunk, akkor ez, ez, nem, ez, ez nem fér ezzel össze, és hogy nem kifogás az, hogyha hogyha egyébként mások is ezt csinálják, ezt végig kell vinni, és hogy ehhez szerettünk volna egy ilyen nagyon kezdetleges munkanyagban kereteket adni. Röviden arról van szó, hogy a hivatalban lévő polgármester, az úgynevezett inkumbens polgármester, illetve az inkumbens testület, az felhasználja mindazt az erőforrást, amelyet a közhatalom gyakorlása miatt kapott meg, és ezt nem arra fordítja, hogy a közhatalmat gyakorolja és döntéseket hozzon a mindennapi élettel kapcsolatban, hanem az, hogy az újra választását elősegítse. Milyen szabályok vonatkoznak erre Magyarországon? Ami leginkább itt kérdés, az a jelölteknek és a jelölő szervezeteknek az esélyegyenlősége, ez a választási eljárási törvénynek az egyik alapelve. És hogyha valami ezt az alapelvet sérti, akkor elvileg ez ellen fel lehet lépni, kifogást lehet benyújtani, először ez a helyi választási bizottságnál, utána a területi választási bizottságnál, majd a bíróságokon dől el. Ami miatt én ebben a beszélgetésben részt veszek, az az, az hogy a TASZ-hoz nagyon sok jogsegély jön, és nekünk van egy választási forródrótunk is, ami kampányidőszakban reggel 8 és este 8 között üzemel, rengeteg ilyen megkeresésünk érkezik. Azt szerintem bátran mondhatom, hogy ez a, az a téma, ami leginkább foglalkoztatja az embereket. Az történik, hogy a hivatalban lévő polgármesterek, hivatalban lévő képviselők ilyen-olyan módon, de versenyelőnyhöz jutnak, és ezt a versenyelőnyt a, a, nyilván a politikai ellenfeleik is érelmezik. Amire egy kicsit az előbb utaltatok, hogy um, igen, hogy laza a szabályozás, hogy mi az, ami megvalósítja ezt a jelöltek, jelölő szervezetek esélyegyenlőségének sérelmét. Ez egy elég nehéz kérdés, mert azért azt nem várja el a jog, és ez tulajdonképpen értető is, hogy aki hivatalban van, aki regnáló polgármester, az ne kampányoljon. Persze, kampányoljon, neki az az érdekel, hogy újra válasszák őt ami ebben a hatalmas probléma, az, az az előny, ami a közpénz, amit fel tud használni, amihez neki gyakorlatilag korlátlan lehetősége van, és, és az a, hát így ilyen tekintély és elérés, amivel sokkal messzebb tud jutni, mint a versenytársai. A jog azt nagyon tisztán meg tudja fogni, hogyha közpénzt használ fel, és ezeket az ügyeket általában, nem kivétel nélkül, de e, sikerre szoktuk mi is vinni, meg sikerre szokták vinni azok, akik ezt sérelmezik. Az összes többi ilyen szürkezónás ügyet, amikor mondjuk elmegy egy gyereknapra kampányolni a a polgármester, és ő csak így megnyitja a gyereknapot, azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni, és, és ezért én nagyon örültem egyébként a K-monitornak ennek az anyagjának, mert mert hogy egyébként azon kívül, hogy valami jogellenes, vannak azok a gyakorlatok, amik tisztességtelenek, és ezeket a tisztességtelen gyakorlatokat számon kéne kérnünk a politikai vezetőkön. Érdekes, hogy ez mennyiben csupán a kampány időszaknak a sajátja, és mennyiben négy és fél éves működés, ami a kampányban látszik úgy, hogy ez helyzeti előnyt jelent, mert említette azt, hogy van ugyan átláthatósági működése az önkormányzatoknak, amelyek vállalták az ez a minimumot, és akkor ezt lenullázák a kampányidőszakban, de hát ha egy polgármester mondjuk a helyi médiában központi szerepet tölt be, akkor ezt ugye nem kampányidőszakban te nem fogod érzékelni, mint az átláthatóságot megszegő szempontot, viszont a kampányidőszakban ennek a ténye messze menőkig felértékelődik. Ez abszolút így van, és ez... A ami jogilag megfogható, az kifejezetten a kampány 50 napja. És minden, ami előtte van, ami egy hatalmas láthatóság, hatalmas eszköztár az inkubens jelölteknek, azzal a jog nem tud mit kezdeni. Nyilván egyébként a közpénzeknek a nem jogszerű felhasználása, az a büntetőjogi kategóriák is vannak erre, de úgy általában az, hogy láthatóbb egy polgármester, vagy láthatóbb egy képviselő, azzal nem tud mit kezdeni a versenytársa. Ebben az 50 napban, amikor kampányidőszak van, akkor kell betartani a választási eljárásnak a szabályait, akkor lehet ezen ö, keresztül fellépni, és ilyenkor a jelöltek jelölőszervezetek esélyegyenlőségét elvileg lehetne érvényesíteni. És azért azt szeretném meghúzni azt a distinkciót, hogy, hogy, ö, hogy míg te jogi kérdésekről beszélsz, én alapvetően etikai kérdésekről beszélek, és hogy ez most így a kampány finisében egy picit ilyen abszurdnak hangozhat, hogy én most ilyen etikai, morális kérdéseket hozok be, mert hát alapvetően ugye most kell nagyot dobni, és hát most politikailag nem tűnik feltétlenül racionálisnak az, hogy, hogy valaki erkölcsösen jár el, de, de, de végig gondolva, végigvéve tudok nagyon sok példát mondani, hogy mi az, amit mi alapvetően törvényes, de tisztességtelen gyakorlatként azonosítunk. Ezeknek egy nagyon nagy része egyébként nem biztos, hogy annyira jó optikája van a kampányban, tehát nyilván van az, amikor nem tudom, plakátokat helyeznek ki, és akkor egyszerűen a plakát átdő lesz annyival nagyobb. Ez egy ilyen anyagi kérdés, de hogy egy csomó olyan gyakorlat van, ahol egyébként elköltenek valamennyi közpénzt, és hogy ez nem feltétlenül uh, egy hasznos kampányeszköz. Uh, és sokszor ez az érzésem, hogy egyébként azt a munkát, amit mondjuk a aktivistáknak, közösségeknek, politikusoknak kellett volna elvégezni az elmúlt négy és fél azt próbálják pótolni azzal, hogy hoppá, itt vagyunk két héttel a választások előtt, és akkor most gyorsan valamilyen szalagátvágást, valamilyen átadást bonyolítsunk le, és erre mondjuk költsünk el valamennyi közpénzt. Ö, és ö, etikai dolgokra beszélek, és itt nem csak az átláthatóságról van szó, tehát szerintem nagyon... Ö, Sokrétű az, hogy milyen, milyen szempontból lehet ö, tisztességtelen vagy elfogadhatatlan egy ilyen gyakorlat. A mi anyagunk az úgy néz ki, hogy ilyen oszlopokban soroljuk fel ezeket a gyakorlatokat, és beszélünk törvénytelen, tisztességtelen, vitatható vagy vitatott és elfogadott dolgokról, tehát hogy megpróbáljuk ezeket a különbségtételeket megtenni. És hát az van, hogy az átláthatóság, mondjuk az, hogy egy szerződés elérhető az interneten, tehát hogyha például egy polgármesternek van egy szerződés egy tévécsatornával, és oda rendszeresen bejár, de erről egyébként nem tájékoztatják a választókat, mondjuk ez egy átláthatósági kérdés. Tehát, hogy itt, mondjuk lehet az, hogy ez a szerződés, ez négy és fél, ez egy konkrét példa, négy és fél millió forint összegű, és akkor mondjuk már nem jelenik meg a közzétételben, mert ugye ott 5 millió forint fölötti szerződéseket kell közzétenni a törvény szerint. ez egy átláthatósági kérdés, de mondjuk nem átláthatósági, de ugyanilyen fontos kérdés az, hogyha valaki egy ilyen részvételi ö, demokratikus eljárás bonyolít. Lehet, tehát mondjuk egy részvételi költségvetést csinál, és ezt használja fel a kampányra. Itt alapvetően alássa. Én azt gondolom ennek a, a hitelességét ezeknek a technikáknak, hogyha ezeket kifejezetten ö, egy jelölt népszerűsítés érdekében. Példa, példa van, hogy valaki részvételi költségvetést csinál, és a kampány időszakban bonyolítja le a részvételi költségvetéshez járó azzal együtt mozgó mozgósítási. Ez, egy ez egy népszerű, program, egy népszerű Szerencsére olyan példa is van egyébként, és mi ezt próbál, emellett próbáltunk alteskedni, tehát például itt a nyolcadik keletben lezajlott a részvételi költségvetés a választási időszak előtt, tehát itt vége lett, és nem mosódott össze igazából ez a két, két dolog, de azért vannak példák arra, hogy, hogy, hogy bizony egy ilyen programot, vagy egy konzultációt azt a, a kampányidőszakban bonyolítanak le, és ott azért eléggé, hogy mondjam, összemosódik az, hogy itt most a jelöltnek a, a nyitottsága, vagy a választók felé való odafordulása van-e, vagy, vagy ez egy önkormányzati program. Neurologikus pontnál vagyunk, mert a, a jognak és az erkölcsnek azért van köze egymáshoz, még hogyha áttételesen is. Tehát hogy abban az esetben az emberek igazságérzetét nem fogja alátámasztani a jogrend, akkor egyszerűen elkezdik nem betartani. Más, sokkal szorosabb kapcsolat ezzel nincsen. Na, és akkor most érkeztünk el a, a szikra mozgalomhoz, mert az erkölcsi kérdés azért az sem egyértelmű, hogy főleg egy-egy politikai térben, amikor többféle erkölcs tud együtt mozogni, mondjuk például célerkölcs, hogy édes mindegy, hogy milyen eszközökkel, de az általamnak rossznak titulált, károsnak, gonosznak és mérgezőnek hatalomgyakorlót távol is, de minden áron, és tulajdonképpen erkölcstelenül jársz el, hogyha nem vesz be minden eszközt. Még mielőtt erre a kérdésre válaszolnál, a szikra mozgalom hány helyen is indul? A szikra mozgalom öt helyen indul, van kettő jelöltünk Budapesten, József Erős vagy és van kettő jelöltünk Debrecenbe, és van egy jelöltünk Érdem. E, Mármint ezek most egyéni képviselőkről beszélünk, egyéni és nem azokról beszélünk, akiket támogattok polgármester jelöltként. Igen, igen, ez egy másik kérdés. No, akkor, mint Miklós említett, hogy ha az erkölcsi kérdések vannak, amelyeket be kéne tartani, az gondolom, mint, mint hamos baloldali fiataloknak magatok számára egyértelmű. De amikor kiléptek a politikai térbe, akkor gondolom találkoztok azzal, amit én előbb mondtam. Baloldaliak vagytok, és többnyire, nem többnyire, mint kivétel nélkül ellenzéki jelölteket támogattok, még akkor is az uglóban a, az egyik fő ellenfél is ellenzéki, hogy hogy ne szépelegjetek már, az egy olyan fideszes dolog, ha most ezt elkezditek, de el kell távolítani minden rendelkezésre álló eszközzel a kormánypártoknak a helyi emberét. Ezzel a kívánalommal találkoztak-e a kampány során? Nem, nem szoktunk. Tehát, hogy szerintem tagi szinten, még a támogatóink szintén sincs ilyen, hogy minden eszközzel. Nekem a felvezetéset sokkal inkább arra hasonlított, amikor egy Kilakoltatásnál érezzük azt, hogy bár azt állítják, hogy jogszerű az, és a, a rendőrség szokta megakadályozni, mi próbáljuk megakadályozni a kilakoltatást, és a rendőrség azt állítja, hogy mi ö, teszünk ilyenkor jogsértő magatartást. Ott azt gondolom, hogy egyértelműen az erkölcsi útmutatás, hogy valakinek a meg, valakinek az otthon elvesztésnek a megakadályozása, az egy magasabb erkölcsi ö, szint, mint hogyha. Ö, Jelen esetben mondjuk azt mondanák, hogy ez a kiraklatás jogszerű. De a választásra visszatérve, én ö, nem ö, találkozok ezzel az igényel, ö, sokkal inkább azt érzem, amit a Miklós kimondat szintétel mondatnak, hogy azért ö, azért merül fel, hogy etikátlanul kampányolnak jelöltek mert elfelejtették a négyes fél évben azt, hogy nekik nem csak egy város kell vezetni, nem csak egy kabinetjük van, hanem nekik politikai otthonra is szükségük van, és közösséget kell építeniük. És mert ezt nem tették, ezért nyúlnak erkölcsön eszközökhöz. És mi ebben hiszünk, hogy igazából nem az a cél, hogy bejussunk egy uh, város döntéshozó testületébe, hanem közösséget építsünk egy településen, és a közösségnek utána lehetőséget adjunk, hogy a döntéshozó testületbe bevigyék az akaratát, a, a vágyait. És, és, mi, amikor közösséget építünk, mi ezt használjuk kampányolásnak, és, és mi ezt nem látjuk. Tehát, hogy nem, nem az a kampánymódszerünk, hogy, hogy minden ö, eszközzel váltsuk le az ellenfelet, hanem az a kampánymódszerünk, hogy közösséget építsünk, és azzal váltsuk le az ellenfelet vagy egy másik kultúrát, vagy amit annak, ti annak tételeztek. Amiről te beszéltél előbb mondjuk egy kilakoltatásnál, illetve az, hogy a kilakoltatás során szemem mentek a jog alkalmazóval, ugye ez a, a, a polgári engedetlenségnek a klasszikus esete is, ugye az erkölcs meg a jog összeütközésének a kérdése. Térjünk vissza erre a konkrét időszakra. Ebben a most mögöttünk álló néhány hétben, akár te, akár a TASZ jogsegélye, akár ti, amikor úgy döntöttetek, hogy megfogalmazzátok ezt a útmutatót, aminek többek között az egyik alapélménye volt, amit eltettél, hogy szaporodtak azok az esetek, amikor azok az emberek, akik egyébként vállalták az átlátható működést, az önkormányzatok, a kombányűzőszak, meg mégis más értek. Milyen kirívó példákkal találkoztatok az átláthatóság szabályainak, normáinak megszegésekor. Szerintem a sajtóban nagyon sok ilyen példa keringett, és erről mindenki hallott, meg szerintem aki, aki, aki az, nem tudom, itt él Magyarországon, és, és kampányt lát, az azért általában lát ilyen példákat, és Hát ne, be, tehát ne úgy beszéljünk erről a, erről a, kérdésről, mint hogyha ez csak, nem tudom, önkormányzatokban, helyi szinten történne. itt 2010 után, vagy 2012 óta több 100 milliárd forintot költött el a magyar kormány hirdetésekre, és egyébként nagyjából ugyanezzel a logikával. Tehát, hogy, hogy ezzel a, nem tudom, mindsettel, hogy akkor, ez lehet, hogy tisztességtelen, de hát nem tudom, most akkor meg kell nyerni a választást. És, és ez csak egy példa. Tehát itt volt, van, itt a, a, választásokba beavatkoznak a, nem tudom, a, a, megafonnal, a városi civil alapnak a különböző támogatásaival, amiről ti is írtatok itt az átlátszón. látjuk, hogy működik a közmédia. Tehát ebben ugye egy ilyen országban élünk, ahol ezek a dolgok, ezek, ezek, ezek elfogadottak. És alapvetően, tehát, és fogok mondani konkrét példát is, vagy hogy, hogy, hogy hogyan próbáltunk ezeknek a dolgoknak utána menni, de hogy, hogy, nekünk az a célunk, hogy, hogy ne egy ilyen politikai kérdésként kezeljük el ezt, mert akkor így beindul a költgép, és akkor mindenki azt mondja, hogy nem tudom, a másik visszaütött, vagy ütött először vissza, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy nem, 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 tud, nem lehet erről értelmesen beszélni a hogyha nem húzunk be bizonyos vörös vonalakat, és egy ilyen vörös vonal az az, hogy közpénzt ezt nem költünk a kampányra, egy másik ilyen vörös vonal, hogy a gyerekeket nem használjuk fel a kampányban. És akkor lehet, lehet, lehet még ilyeneket mondani, ilyeneket próbáltunk összeszedni ebben az anyagban. Üm, és akkor, tehát, hogy, hogy kirívó példákat, uh, kirívó példákat, mindjárt mondok néhányat, hogy mi az, amit, amit így, így konkrétan olyan esetekként azonosítottunk, ami szerintünk tisztességtelen, de általában nincs ilyen, nincs szankció. De hogy azért ezt el szeretném mondani, hogy azok a kampányok, azok a polgármesterek, akik tisztességesen végcsináltak ez az, az a minimum programot, és mondjuk az eredményük is olyan, hogy, hogy, hogy tényleg benne vannak mondjuk az értékelésünkben a legjobbak között, ők egyébként szerintem elég etikusan kampányolnak, tehát az ő kampányukat nyilván amiatt is, mert ők rájuk politikai szövetségesként, vagy tehát egy ilyen szakmai politikai szövetségesként tekintünk, nyilván szorosabban is követjük, mert hát nekünk is ciki az, hogyha egy olyan polgármester, akiről azt mondjuk, hogy átláthatóság ő mondjuk valami nagyon-nagyon gáz dolgot csinál a kampányban, és azért azt látjuk, hogy hogy így vannak olyan stabil etikai elvek, amiket ők követnek a kampányolás során, és egyébként beszéltünk a kampányban dolgozó ö, emberekkel, ezekből a ö, kerületekből, vagy ezekből a városokból, és azt láttuk, hogy ők is gondolkodnak ezekről a kérdésekről, szóval ez nem egy ilyen, civil, nem tudom, himi-humi dolog, hogy akkor itt most mi kitaláljuk, megírjuk, és akkor mi milyen jó emberek vagyunk, és a, a politika az meg milyen korrupt, hanem, hanem az van, hogy, 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 igen, a kampányon belül is ez egy ilyen aknamező, hogy hogy lehet helyesen, tisztességesen kampányolni, és, 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 és alapvetően ők is erről gondolkodnak, és erről tök jókat tudtunk beszélgetni velük, és nyilván egy picit máshogy állnak ezekhez a kérdésekhez, de, de alapvetően van egy ilyen igény arra, hogy ne e, dobjuk súdba azokat az elveket, amiket egyébként képviselünk a mindennapokban. És akkor mondok, bedobok néhány példát, de aztán nem tudom, a ti példáitokra is nagyon kíváncsi vagyok. E, az egyik, ami, ami nagyon feltűnő volt nekem, az az, hogy a polgármesterek Facebook oldalaira érkeztek önkormányzati hirdetések, ezt több helyen ö, láttuk, és ez néhol, például egyébként Zuglóban, ez milliós tétel, tehát ott adatigénylist is benyújtottunk, és ez egy több mint 5 millió forint ö, közpénzt költött az elmúlt években ö, az Zuglói önkormányzat pénzéből ö, Horváth Csaba kampányára. Ö, ez mondjuk egy példa. Ö, egy másik jellemző példa, ami most már szerintem egy ilyen általános gyakorlat, és ennek egyébként a jogi része az érdekes, hogy, hogy ilyen kis füzetkéket, vagy néhol egyébként nagyon szép kivitelű könyve, könyveket postáznak ki a lakosoknak a ciklus végén, úgyhogy a ciklus értékelése, a ciklus fejlesztésének az eltekintése, és amennyire én tudom, de majd nem tudom, cáfaj vagy erősíts meg, ez ö, eredmény kommunikációként, ez, ez jogilag nem biztos, hogy kifogásolható, mert hogy, mert hogy alapvetően itt, itt hivatkozhat arra a jelölt, hogy, hogy ő igazából csak beszámol a munkájáról, és akkor ami nekem a, a személyes kedvencem, vagy amire ilyen nagyon ö, kirívó példákat lehet látni, azok az ilyen különböző sajtószereplések, vagy ilyen szalagátvágások, ahol ezek a gyerekek, a, a média, ezek, ezek a problémák, ezek így egy helyen jelentkeznek, és általában valamilyen módon egyébként az önkormányzatnak a tárgyi eszközeit is szeretik egy ilyen kelléktárként használni a polgármesterek, és mondjuk légkalapácsot, bú, valamilyen járművet kölcsönvenni, anélkül, hogy egyébként ezzel bármilyen, nem tudom, ellen, ellentételezést tennének, és ezeket felhasználni a kampányban. Szerint mondjuk ez a három példa, amit mondtam, ezek tipikusan olyan dolgok, amikkel szerintem mindenki találkozott, és... és Jogilag nehezen megfoghatók, de mindenképpen tisztességtelenek nagyon tudok csatlakozni ehhez, és a jogsegélyszolgálatunkra is nagyon hasonló ügyek érkeztek. Az egyik legtipikusabb ez a Facebookos kampányolás, ezzel abszolút egyetértek. Tehát a polgármesternek a Facebook oldalát valószínűleg egy önkormányzati dolgozó szerkeszti, valószínűleg közpénzből, és akkor ott áll a politikai ellenfele, aki megpróbál ez ellen fellépni, de neki, mint kifogástevőnek kéne valamilyen bizonyítékot szolgáltatnia arra, hogy egyébként itt közpénz felhasználása folyik. Hát ö, nyilván kívülállóként erre elég kevés lehetősége van, és akkor eljutunk oda, hogy most ezzel mit lehet kezdeni. Tehát, hogy ö, persze vannak olyanok, akik beleszaladnak ö, óriási hibákba polgármesterként, és, ö, és akkor nyilvánvalóvá válik, hogy egyébként közpénzt használnak a, a Facebook szerkesztéséhez, meg az önpromóhoz, de egyébként nagyon sokszor ez titokban marad, ö, mert nem nagyon tud velem mit kezdeni a politikai ellenfele. A, ehhez még annyit tennék hozzá, hogy Amire az előbb utaltam, hogy a kifogásoknál az fontos, hogy a, az, annak kell bizonyítást tennie, annak kell bizonyítania, aki fellép a választási visszaéléssel szemben, és ez egy nagyon komoly korlátja annak, hogy bármilyen választási visszaéléssel szemben fel tudjunk lépni. Ö, Valamilyen szempontból ez érthető, mert egy helyi választási bizottságnak van három napja, hogy döntést hozza, miután megérkezik a kérelem. Az egyértelmű, hogy ő nem fog tudni egy rendőrségi szintű nyomozást lefolytatni. Ez alatt a három nap alatt ez pont arra elég, hogy volt jogsértés, volt, oké, határozat, eltiltom. Hogyha ennél már egy picit bonyolultabb a helyzet, akkor a választási bizottságok bizonyítottság hiányában ezt visszaszokták dobni. De megint ott tartunk, mint amit az előbb beszéltünk, hogy igen, a jog tud korlátos lenni, és ennek vannak érthető okai is. De hogy a ami mögött áll az erkölcsi háttér, az etikai vonulat, a tisztességtelen kampányolás, az az ezen talán felül áll, vagy emellett áll mindenképpen. Amit még az előbb be akartam hozni, itt egy picit elkezdtétek említeni a kormánynak a kampányolását, és ezt nem átfordítva egy, egy nagyon fölösleges jogászkodásba, viszont azt gondolom, hogy ez fontos, hogy picit beszéljünk arról, hogy a választási eljárási törvénynek van egy olyan szakasz, ami azt mondja, hogy a kor, kormánynak, egészen pontosan az állami szerveknek a jogszabályban meghatározott tevékenységének végzése az nem kampány. Ezt így konkrétan kimondja. Ez, ez még egyébként lehetne egy érthető szabályozás is. Ami viszont ebből kifejlődött, az az a jogalkalmazás, hogy a kormánynak a tájékoztató tevékenysége, ami egy tájékoztatás az értelmezésükben, az egy jogilag kikezdhetetlen dolog ezen a ponton. És 22-ben nekünk voltak ügyeink, amikor is a vakcinainfó. Ügysorozat elkezdődött. A, akik regisztráltak a COVID-oltásra, megadták az e-mail címüket, és utána a, a kampányi időszakban azzal szembesültek, hogy e-maileket kapnak a kormánytól, amiben tájékoztatják őket például arról, hogy az ellenzék milyen, és, és ezzel szemben azt gondoltuk, hogy érdemes lenne fellépni, hiszen az emberek nem ezért adták meg az e-mail címüket, és ez azért is súlyos visszaélés azzal, amire megadtuk az e-mail címünket. Egészen az alkotmánybíróságig jutottunk, kúriának mentségére szóljon, hogy ott született egy jó kúriai döntésünk, ami azt mondta, hogy ez jogellenes. Viszont a miniszterelnöki kabinettiroda az Alkotmánybírósághoz vitte, és az Alkotmánybíróság helyre tette a dolgokat, és azt mondta, hogy itt a kormány tájékoztató tevékenysége zajlik, és ennek fényében kellett utána a kurjának ismételten döntést hoznia. Ez volt 22-ben, és a gyakorlat mit sem változott 24-re, mert idén is volt már egy olyan ügyünk, amikor a, a Fidesznek a, a kampányüzenetét, ami a Csak béke kell, egy tájékoztatási e-mailben küldték ki ugyanerre az e-mail listára, amiben a NATO terveiről tájékoztat a kormány, és továbbra se tudtunk még ezzel mit kezdeni jogilag. Úgyhogy ezt azért mondom, mert ez, ez nagyon gyakran szintén beérkezik hozzánk. Nyilván egyébként az országgyűlési kampánynál ez még inkább előtérben van, mint az önkormányzatinál, de az önkormányzatinál is előkerült, ugye az EP kampány is egy időben zajlik, hogy mit lehet kezdeni azzal, hogy a kormány kampányol ezeken a kék plakátokon, és minden erővel, ami a tájékoztatási lehetősége. És egyelőre jogilag azt tudjuk mondani, hogy hogy még nem tudjuk, hogy mit lehet ezzel kezdeni, egyelőre csak falakba ütköztünk. Szerintem ez azért is egy nagyon jó kérdés, mert itt nem csak arról van szó, hogy tájékoztatnak, hanem az adatainkat használják, és hogy alapvetően én érzem azt a teljes politikai térben, hogy a, az adatokkal való visszaél, és egy ö, nagyon könnyen beleesnek ebbe a, a hibába, vannak, akik nem szándékoltan, és vannak, akik szándékkal, és, és hogy, hogy, itt nagyon lejt a pálya, mert még a naik szokott vizsgálni ellenzéki szereplőket, ellenzéki pártokat, addig nagyon, én nem emlékszem, hogy a naik valaha is vizsgálta a Fidesznek a adatkezelési tájékoztatóját, és, és hogy így mit csinál az adatokkal. Lehet, hogy régen volt ilyen. Biztos, hogy vizsgálta, hát ez nem kérdés. De ehhez képest szerintem az egy nagyon jó játék, hogyha kint látunk Fideszes aktivistákat adatokat gyűjteni, akkor oda kell hozzájuk menni és megkérdezni, hogy Uh, hol az is teljékoztató. Uh, nyilván nem tudom azt mondani, hogy uh, tízből tíz alkalommal uh, nincs náluk, és nem tudnak adni, de azért egész magas annak a visszajelzése, hogy nincs náluk, és, és, és nem tudják bemutatni, hogy ha megadod az adatukat akkor hogyan fogják felhasználni. Tehát, hogy abszolút. Uh, ez egy olyan kérdés, amivel szerintem nem eleget foglalkozunk, és nyilván egy bonyolult dolog az, hogy a GDPR-nek milyen alapelvei vannak, és milyen szabályok következnek belőle, de alapvetően ez egy nagyon fontos szabály, és jó az állampolgároknak. Zugló szóba került, ahol ugye egy alternatív ellenzéki polgármester jelöltet támogattak a hivatalban lévő ellenzéki polgármester szemben, és mert Zugló itt előbb elhangzott, mint a Facebookra költött közpénznek az egyik példája. Mit tapasztaltok ezzel a kapcsolatban a terepen? Hát valóban a jelenlegi polgármester. Szerintem ennek is az az oka, hogy ő az elmúlt négyes fél évben nem épített közösséget, nincsen igazából erős politikai otthona, politikai háttérre. Mi azt érezzük, hogy ő abba a kelepcibe esett, hogy csak a önkormányzati uh, munkatársakra számíthat, és az önkormányzattal próbálja elvégezni a kampány feladatait. Mi nem látjuk, hogy uh, Horvátszeba aktivistái vinnék ki a plakátokat, és Horvátszeba aktivistái vinnék ki a szórólapokat, ezzel szemben az önkormányzattal végezteti ezeket a munkákat. Uh, az önkormányzati uh, forrásokból fizetett uh, uh, közvéleménykutatást ezt is uh, a, tudjuk, úgyhogy érezzük azt, hogy lejt a pálya felé, de azt is érezzük, hogy nekünk is sok uh, előnyünk van a vele szemben, mert nekünk van helyi szervezetünk. Um, bocsánat, ezt a közvérménykutatás dolgot egy kicsit kihangosítom, ez is egy dolog, ami egyébként ami szerepel az ajánlásaink között, hogy, hogy egyébként ilyen, uh, tehát nyilván az önkormányzat jó, hogyha végeztet közvérménykutatásokat, mert akkor tudja meg, hogy elégedettek-e azzal a munkával a lakosok, amit ő elvégez, de az mondjuk, ami egyébként zugló mellett szintén sajtóhírekben volt hódmezővásárhelyen és más, más helyeken is előbukkant, hogy kifejezetten politikusoknak az elfogadottságára, ismertségére kérdeznek rá a választások előtt, hát ez semmi más, mint a kampányhoz szükséges információknak az előállítása közpénzből, és ez tényleg csak egy zárójel hogy, hogy adatigényléseket nyújtottunk be pont ezekkel a gyakorlatokkal kapcsolatban az összes kerületnek, megyei jogú városnak, és, és, onnan tudjuk egyébként a Facebook kampányra költött összeget, tudjuk, hogy mennyit költött zugló különböző közterületi hirdetésekre, de egyébként a közvéleménykutatás kapcsán, amire direktel rákérdeztünk, hogy, hogy ők végeztek-e olyan közvéleménykutatást, ahol kifejezetten politikusoknak a népszerűségére, ismertségére kérdeznek rá, ez, erre azt veszetek, hogy nem, miközben a helyi, nem tudom, helyi, tehát egyrészt a, maga a, a helyi honlapon a maga a szerződés is kint van, hogy mennyit költöttek erre, és egyébként ez kitudódott, tehát ez, ez azóta adott igénylésbe ki, kielték, hogy egyébként volt ilyen közvéleménykutatás, tehát egyébként vannak adataink arról, hogy ez mennyire elterjedt ez a, ez, a, ez a közpénz, vagy a közkasszába belenyúlok és abból kampányolok történet. De hát néha azért volt én érzésünk, hogy nem biztos, hogy teljesen precíz, pontos válaszokat adtak nekünk az önkormányzatok. Maradjunk a jognál és az erkölcsnél egy kicsikét, bármennyire údivató, mint most mondani vagy feszegetni fogok már csak azért is, mert az erkölcsöt sok esetben ilyen menőséggel váltunk fel, ami olyan jó dolognak tűnik. Horváth Csaba itt egy kicsikét becsúszott a a büdös bogár szerepbe, akire így lehet mutogatni, miközben amiket te említettél, hogy mondjuk hatalomban lévők tájékoztató kampánya ö, kampány időszakban, vagy akár Facebookra költött hirdetések, ennek azért az úttörője mind a két esetben Karácsony Gergely és a fővárosi önkormányzat volt, akinek a főjegyzőjével roppant kedélyesen beszélgettünk itt ezelőtt pár hétre, és egyébként a hivatal mindent megpróbál csinálni, de a, az első olyan ellenzéki politikus, akinek a Facebook oldalán a főpolgármesteri hivatal, tehát az általa vezetett intézménynek a fi finanszírozóként megjelent, az ő volt. Illetve hát a fővárosi lakógyűlés, most is futó fővárosi konzultáció szintén kampányidőszakra csúszott. Igen, itt azért azt szerintem, tehát hogy, hogy ennek, a, tehát ennek az ilyen etikai összetettségét, tehát hogy, hogy a, például ez a Facebookos kampány, itt nekünk alapvetően ez az érvünk, ez egy ugyanolyan, és nyilván nem tudom, itt a jogi, jogi részére is majd én kíváncsi vagyok, de hogy alapvetően ez egy ugyanolyan kommunikációs csatorna, mint bármelyik másik. Itt nekünk az a, az a főállításunk, és egyébként ezért nem tartjuk tisztességesnek se a Karácsony Gergél, se a Horváth se mások esetében, hogyha ezt csinálják, hogyha az önkormányzat az nem a saját ö, felületén, saját fiókján keresztül juttatja el ezeket a programokat. Ezek egyébként általában nem politikai üzenetek, se a Karácsonynál, se a Horváth Csabánál. Tehát ezek helyi programokról szóló beszámolók, nyilván ott megjelenik azért a polgármester, tehát az erő nem, nem tudom, korlátozza magát ezzel kapcsolatban. De hogy ami a fő probléma, hogyha leváltanak egy önkormányzatot, akkor utána a Horváth Csabának, vagy bárki másnak a fiókját nem fogja megkapni a következő polgármester, hogy utána azon keresztül kommunikáljon. Tehát, hogyha ráköltenek több millió forintot arra, hogy ezen a fiókon keresztül kommunikáljanak, és hogy kiépítenek egy ilyen több tízezes követőtábort, azt utána ez a politikus ez magával viheti, és használhatja a jövőben. És hogy egészen elképesztő azt látni, hogy míg egyébként a vezető polgármestereknek nagyon-nagyon magas elérése van ezekből, egyébként részben közpénzből, a közben egyébként az önkormányzatoknak 5, 7, 10, 15 ezer fős követettsége van a közösségi médiában, és egyszerűen nem tudják eljutatni a saját lakosaikhoz a híreket. Tehát nekem a legnagyobb leg, fenntartásom ez az egésszel az az, hogy ezzel igazából meglopják az önkormányzatot, mert az önkormányzat az nem tud kiépíteni egy ilyen csatornát, amit aztán egyébként egy későbbi bármilyen városvezetés ö, ö, is használhat. De ez egy zárójel, és egy teljesen egyetértek. Nem véletlenül nem nem kérdeztem ezt, és jogvégzett ember vagyok, de nagyon bizonytalan ezen a mert Mindenki tud mutatni egy feljebb lévő nagyobb hatalmat. Tehát akik karácsony Gergelyel egyetértenek, azok azt de. tudják mondani, de hát hol jön -e ez a kormányzati százmilliárdokhoz? De hát ha már Facebookot egyszer behoztátok a képbe. Nekem az én Facebook oldalom az nagyobb, mint a, mint a, a magyar polgármesterek. 90 sok százalékáig. E, azt a részét, hogy egy hivatal mennyit költ egy Facebook oldalra, láthatod a hirdetéstárból. Azt, hogy mennyit költ a kormány a ö, ön közpénzből kampányra, az ki tudod adatigényelni. Arról meg viszont csak Netflix sorozatok vannak, hogy egyébként a, a metától a Google át az adataidat, hogy használják, és most is fut egy olyan kampány az országban, amelyet egyszerűen nem értünk. Van egy olyan politikai szereplő, akinek gyorsabban gyűlnek a lájkjai, mint Joe Biden 11 milliós Facebook oldalának és ezt nem mondja senki, hogy ebben nincsen benne a meta két kézzel. Ezt most csak arra mondom, hogy miközben Karácsony Gergely mutat a kormányra, hogy na de ehhez hogy jön, vagy a Karácsony Gergely hívei, akkor a kormány is tud mutatni egy nagyobb erőre, ahol ott áll, és azt mondja, hogy de hát világszerte monitorozzák az adatainkat, profiloznak, rákeresünk valahol a Google-ben, és ehhez képest egy teljesen más mobil applikációban már is jön egy valamilyen eredmény. Azt hiszem értitek, hogy mit akarok egy, ezzel. Ez tényleg csak egy mondat, reakció, hogy, hogy bármikor, amikor ilyen kampány és etikai kérdések felmerülnek, akkor így beindul egy ilyen költgép. Tehát, uh -huh. hogy az van, hogy ő is plakátolt, ő felgyújtotta a plakátomat, ő letépte a plakátomat, és nem lehet értelmes vitát folytatni. És egyébként kicsit ez is ebbe az irányba viszi el nekem, azzal együtt, hogy nyilván nem tudom, én sem tudom, és senki se tudja, hogy ezek a dolgok, ezek hogy működnek ezek, ezek viszont vörös vonalak szerintem, és ezek, ezek kézzel fogható, és, 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 egy egyszerű állampolgár számára is megítélhető dolgok, ahogy elmondtad, meg lehet nézni, költötte pénzt az önkormányzat egyébként a Facebookon, meg lehet nézni, és, és szerintem ezeket kell egy átlag állampolgárnak leghatározottabban elutasítani, tehát ha valaki azt látja, hogy ott van a hirdetés az ajca előtt, és ott látja, hogy ezt az önkormányzat pénzébe fizette, akkor, akkor írjon oda egy kommentet, és írja be, hogy ez nem oké, okay. mert, hogy, mert hogy így lehet egyébként nyomást gyakorolni a politikusokra, mert én azt gondolom, hogy persze ez az etikai kérdések, azok mindig nem tudom, sok olvasatuk van, de alapvetően, főleg ilyenkor kampányidőszakban lehet nyomást gyakorolni a hatalomra, hogy ha ők azt érzik, hogy egyébként ez nem egy jól működött technika, sőt elutasított, akkor nem fogják ezt csinálni. Itt vannak a kamupártok, az elején, igazából senkinek nem volt vele problémája, amíg nem túltuk ki nagyon sok munkával, hogy ezek kicsodák, milyen célra csinálják ezeket a pártokat, és ma már teljesen egyértelmű egy ilyen, nem tudom, szitok szó az, hogy kamupált, és igazából van egy ilyen egészséges immunrendszer az embereknek arra, hogy ezt utána néznek, felismerik, nem szavaznak rájuk, nem adnak nekik ajánlást, stb. Azért és... volt egy törvénymódosítás is közben, tehát az, hogy az, hogy ami, 75 helyen el kell indulni ahhoz, hogy listát tudjál állítani, azért mondjuk ez ami egy nem erős biztos, hogy volt. megtörtént volna, hogyha egyébként most <coughs> mögött több, nem tudom, évnyi munka ezekkel. Jó, bocsánat. Öm, igen, a két dologhoz szerettem volna az előbb hozzászólni. Az egyik az az, hogy igen, ez a, ez a ködösítés, ez szerintem nagyon, nagyon jó szó erre, hogy, hogy mutogatnak egymásra a politikai, politika különböző szereplői, hogy de ő is ezt csinálja, de ő is ezt csinálja. A mi szempontunkból ez úgymond irreleváns. Tehát, hogyha valaki jogot sért, akkor próbáljuk meg ezt számon kérni rajta. Szerintem, sőt, ugye beszéltük is, hogy a, ez a k-monitoros jelentés, vagy vitányag, ez még ennél is tovább megy, mert azt mondja, hogy nem is csak az ellen épünk fel, ami jogsértő, hanem az ellen is, ami tisztességtelen, és ez, ahogy beszéltük, tényleg, mi maximálisan egyetértek, hogy a választópolgároknak a feladata, nekünk abban van feladatunk, hogy ezeket a dolgokat felhangosítsuk, hogyha tudjuk. Nekünk jogvédőszervezetként plusz abban van feladatunk, hogyha Jogsértés van, akkor ezekben az esetekben, bár tényleg szűkebb a halmaz, mint a tisztességtelen kampányolásnak az esetei, de megpróbáljunk segítséget nyújtani. A másik, ami már lehet, hogy egy picit meghaladott, a, mert azóta már másról beszéltünk, de akkor keverjetek le nyugodtan, ezek a ciklusértékelő dolgok. És <laughs> ehhez e, 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 akartam még hozzászólni egy picit, hogy Ugye vissza oda, ahonnan indultunk, hogy a polgármestereknek, meg a képviselőknek mi az eszköze arra, hogy ö, támogatást szerezzenek maguk mögé, az, hogy fel akarják villantani azt, hogy ők mit csináltak az elmúlt években. És én nagyon egyetértek az Andrissal, hogy ha ez, ez az egyetlen eszközük, hogy a kampányidőszak 50 napjában próbálják meg ezt csinálni, akkor, akkor ott már rég baj van. Tehát ott, ott ez, ez probléma. És ö, Egyben viszont abszolút azt tapasztaljuk, hogy ez az eszköz, hogy ciklusértékelő fórumokat csinálnak, hogy majálisokra mennek el, hogy szalagokat vágnak át ebben az 50 napban. Lehet, hogy egy picit messzire mutató, meg túlzó az a, fe az a kezdeményezés, hogy mondjuk az önkormányzat egyáltalán ne csináljon ilyet ebben az 50 napban. Lehet, hogy ez már egy picit sok lenne, de közben a másik oldalról szerintem ez egy érthető elvárás lenne. Ott volt négy és fél év, hogy megcsinálja ezeket a dolgokat, miért nem lehet akkor ötven napra leállni a szalagátvágásokkal, a ciklus értékelésekkel, stb. Én... Ti találkoztok ezzel? Abszolút. Uh, de én nem érzem azt, hogy mi ezért nagyon haragudnánk, vagy azt érezzük, hogy, hogy akkor minden vesző van, és, és annyira lejt a pálya feléjük, Uh, tényleg csak magunkról tudok beszélni, hogy mi itt a nyolcadik kerületben a körzetből elindulunk, most már minden ajtón kétszer bekopogtattunk, és legyen, költsenek el bármennyi pénzt, és, és uh, értékeljék a ciklusaikat, de hogyha valaki megdolgoz egy terepet, ha kétszer minden ajtón bekopogott, akkor volt esélye elmesélni a saját történetét, a saját uh, indítékait, hogy miért akar elindulni a választáson, és meg tudta győzni azokat, akiket uh, meg kellett győzni, és én azt gondolom, hogy így lehet kampányolni. És ennek a, az oka, hogy mivel ezt elfelejtik, nincsen politikai közösségük ezeknek a jelölteknek, ezért használják a hivatali forrásokat, ezeket a sok-sok pénzeket. Én nem is tudom, mit csinálna a szikra ennyi pénzzel, amit elkölt a bármelyik ellenzéki szereplő, bármelyik ellenzéki párt, hogy az elmúlt uh, Hónapokban 311 embernek a adományával 2,6 millió gyűjtöttünk, ez közel 8000 forint egy utalás, ebből kampányolunk. A legtöbb tagunk önkéntes és munkautcán jön és csinálja, úgyhogy. Hát Egyébként nem vagyok, is lehetne neki hogy... nyomtatni egy ilyen füzetkét az adataink alapján, ezért ez egy ilyen 5 millió forint. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha lenne ennyi forrás, akkor akkor valószínűleg nem öt helyen indulnánk, hanem sokkal több helyen, de hogy, hogy arra bátorítom igazából az összes ellenzéki szereplőt, hogy ők is építsenek politikai otthont, és akkor nem kell használniuk az önkormányzati forrásokat. Demokráciának a szülőhazája, ugye ott nem az, hogy 50 napra leáll az állami szalagátadás, hanem... A brit miniszterelnöktől függ, hogy egyáltalán mikor lesz választás. Egyszerűen csak úgy dönt, mint ahogy most döntött, hogy akkor másfél hónapon belül lesz megrendezik, akkor másfél hónapon belül megrendezik. Tehát nagyon-nagyon nehéz ilyen egyértelmű mércéket hogy ez hogy zajlik a, a szobatiszta is fejlett nyugaton. Mondom, szerintem lényeges, amit Miklós feszeget, az etikának a szerepe az egészben, de nagyon bizonytalan vagyok és nagyon képlékeny. Terepez, és szerintem egyébként egyetlen dolog, ami segít, az a, a beszéd, tehát az, hogy ezekről nyilvánosan lehet beszélni. Szerintem én vagyok az egyetlen közületek, aki személyesen ismeri Orbán Viktort. Mert hát én vagyok a legidősebb is. És ő egyébként az önkormányzatokkal, az önkormányzati választással nem nagyon törődött, ez valahogy szint alatt volt. Egészen szerintem 2006-ig, amikor azzal az élménnyel szembesült, hogy a kormányokat folyamatosan leváltják, vagy hogyha történetesen pont akkor nem váltják le, akkor három hónap múlva annyira népszerűtlen lesz, hogy ki akarják seppizni az országból. Egy polgármester viszont lehet bármennyire hatalmaskodó, őket meg szokták tartani. Szerintem, ami Magyarországon 2010 óta történik, azok az önkormányzatok 20 éves működésének nagyon szigorú vizsgálatának, tapasztalatainak levonása. A köztévénk az nem néz ki máshogy, mint ahogy egy átlagos önkormányzati média 20 évig kinézett az átlagos magyar demokrácia idejét. A nepotizmus, az, ami a magyar állami szférában van, az jottányit sem különbözik attól, mint ahogy az önkormányzatok működtek 20 éven keresztül. Tehát az a ködgép, amit te hogy mindenki elkezd mutogatni arra, hogy de ő felgyújtotta a plakátjaimat, én pedig ezért, annak van egy ilyen történelmi sajátossága is, hogy lehet, hogy én most hatalmaskodok, de évtizedeken keresztül az ellenfeleimnek lejtett a pálya, és most igazából azzal állítom helyre a, a világrendjét, azzal billentem helyre az időkerekét, hogy most történelmileg kiegyensúlyozom ezt. És még csak azt sem mondanám, hogy ebben sincsen valami elegizik, a mondom, nem hiszek másban, csak a kommunikációban, meg ennek a nyilvános beszében, csak ezt a szempontot mindenképpen ide akartam hozni. Hát, hogyha meghallgatod ezt az volt, vagy most én ezt megtettem tegnap, ezt a, ezt a hangfelvételt, ami ugye annak idején, nem tudom, a kampány finisében volt ez egy nagy történet, talán 2006-ban, de Ez 2006-ban a ott tartományai beszéden e, e, volt, és ez egyébként reakciója volt a korábbiak amikor Tóbiás József volt az és kampányfőnök, ahol az indexesek lopakodtak be, úgymond, és Kovács László akkor kiborult, hogy álszakállal mentek, aki meg azt mondta szintén az mszp kampányolóknak, hogy na majd utána megbeszéljük a jogászok, kifizetjük a bírságokat, aztán csá! Ez, ilyen, egy, ez, is egy a tipikusan ilyen egymásra épülő Igen, és, és, alapvetően, tehát, tehát, itt most nem, én most nem a, nem a, nem a, nem a ki, ki, kezdte vitához akarok hozzászólni, hanem tényleg csak annyit, annyit mondani, hogy, hogy, hogy ez a, az, tehát, hogy lehet, lehet ezért, pont ezért, amit mondasz, ez egy ilyen, tehát hogyha egy kultúraváltásba gondolkodunk, akkor ezeknek valahogy egy ilyen felszámolásába kéne gondolkodni, és ez persze lehet, hogy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen nagyon lila dolog, de hogy szerintem, és erről is szól egyébként az anyagunk, tehát amit kiraktunk, ott megpróbáltuk összeszedni, hogy akár állampolgárként, akár politikusként mit tehetsz azért, hogy, hogy egyébként a kampány az ne erről szóljon, hogy ki tud több pénzt valahonnan oda csatornázni a kampányba. Rengeteg eszköz lenne, és hogy egyébként ezért tudok is kapcsolódni ahhoz, hogy akár a közösségépítés, akár tényleg olyan típusú ilyen politikai munkáknak az elvégzése, mint mondjuk a fővárosba van, hogy nincsen fővárosi média, és akkor hát nem csoda, hogy igazából a főpolgármesternek a Facebook oldalát kell használni, mert hogyha, valaki, hogyha főváros, főváros üzeneteket közvetíteni a választópolgárok akkor körülbelül ez az egyetlen olyan csatornája, ami nem tudom, nem 30 embert ér el. Tehát, hogy, hogy ezek, ezeknek egyébként etikus és tisztességes módja is lennének, hogy egyébként hogyan, hogyan, uh, hogyan, hogyan végezzük ezt a politikai munkát. Például az, hogy, hogy, hogy a ciklus egészen során lehetne egy honlapon közzétenni a fejlesztéseket, egy olyan formában, hogy ha valaki egyébként meg nézni, hogy milyen fejlesztések voltak régen, milyen fejlesztések voltak ma, az fölmegy egy térképre, rákattint, hogy ott hol lakik, és megnézi a fejlesztéseket, így is lehetne ezt csinálni, és ez egy olyan technika lenne, amivel egyébként semmilyen probléma nincsen, és ezt lehet csinálni folyamatosan, és nem csak a kampánynak egy ilyen nagyon szűk kiosztani baromi sok pénzért, baromi hatékonytalanul egy csomó ilyen füzetkét, amit utána mindenki egybe a kidob a kukába, tehát hogy máshogy, és szerintem ezért nagyon izgalmasak ezek a közösségi kampány kísérletek, amiket látunk, hogy, hogy máshogy kéne ezt az egész kampány dolgot csinálni, és akkor azt tudná egy picit táplálni azt, hogy, hogy ne ebbe az ilyen, nem tudom, folyamatos ilyen hát uh, halc, halc, uh, maradjon benne a helyi politika. Más megjegyzésem, én csak azért most néztem így rá, mert szerintem egyébként neked van igazad, bármennyire meglepő lesz, amit mondok, mert tőlem egyébként alapvetően a bázis demokratikus baloldali intézmények alapvetően távol állnak, de szerintem a közösségépítés az a kulcs, illetve az, hogy mit tekintünk a közösségnek az alapjának. Tehát egy, mondjuk egy politikai közösséget próbálunk a teljességre vetíteni, tehát azt gondoljuk, hogy az én politikai közösségem az a egész politikai közösség, bármelyik oldalról teszik, vagy azt pontos hogy a közösségnek a része az ellenfeleim is, és az ő félelmeiket is megpróbálom megérteni, bármennyire is utálom őket, akkor, akkor lesz egy tágabb politikai közösség, amelynek tényleg a különböző politikai oldalai csak részei. Jaj, de szép befejezés lenne, ha nincsen hozzá fűzni valótok. De? Talán annyi erre az utolsó politikai közösség feltegetésre, hogy, hogy szerintem a, a szikreben nagyon érezzük azt, hogy ezek nem olyan politikai közösségek, ami a jelenleg... Uh, lehatárolt ellenzéki uh, kormánypárti szavazóbázis. Tehát, hogy mi azért kezdtünk el hogy politizálni, hogy uh, érdekeket képviseljünk, és nagyon érezzük azt, hogy akiknek az érdekeit képviselni akarjuk, azok jelenleg kormánypárti szavazók. Tehát uh, abszolút ki akarunk törni, hogy ez a, a jelenlegi támogatóink, azok mind ellenzékiek, és, és, ki akarunk törni ebből, és azt akarjuk átvinni, hogy hogy a mi politikánk olyan embereket ki, és őket akarjuk megszólítani, akik jelenleg még a kormánypártra szavaznak. És szerintem ez nehéz, és nincs más útja, mint a személyes jelenet és a személyes beszélgetés. Tehát, hogy amikor egy uh, kilapoltatás előtt álló zuglói lakossal beszélgetek, aki uh, elmondja, hogy ő és stb., de hogy jelenleg a magyar állam teszi az utcára, miután 40 éven dolgozott, és, uh, és hamarosan nyugdíjba megy. És nagyon könnyű onnan már kapcsolódni, hogy akkor nekünk van valami ö, érdekközösségünk, és mi akarjuk őt képviselni, de ezt a munkát nem lehet Facebook hirdetéssel, és nem lehet egy ATV szerepléssel megtenni, hogy elmondom, hogy őt akarom képviselni, oda kell menni, és jogsegét kell neki nyújtani, érdeket kell képviselni, és így lehet szerintem ö, politikai közösséget valóban építeni, és nem olyat, amit csak egy ilyen szimbolikus és kommunikációra épülünk. Ez volt az átlátszónak az áru sorozat, az átlátszó a K-Monitor podcast sorozatának, ami az önkormányzati átlátószóságával foglalkozott a záró darab, a kampányról beszélgettünk a K-Monitor, illetve a TASZ munkatársával, Merényi Miklussal és Kunos Zsuzsával. A Kun és a Kunos között billegtem egy pár be pillanatig illetve a szikra mozgalomnak a kampányfelelős, a kampányfőnökkel, mindegy. Szerintem tanulságos volt ez is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. Köszönjük a meghívást.